a pályázati támogatás nem terjed ki olyan területekre, amelyeknek viszont igencsak indokolt lenne a felújítása. Jelenleg is zajlik a Bajcz Zoltán általános iskolai épületének felújítása, melyet a gyulai tankerületi központ egy pályázat segítségével valósít meg. Elsősorban az oktatási terek felújítása volt a cél, viszont az iskolában található tanulói mosdóhelyek korszerűsítése, valamint a radiátorok cseréje, a pályázati források viszonylagos szűkössége miatt nem volt része a beruházásnak. A gyulavári Bajcz Zoltán általános iskola esetében is 48 millió forint értékben zajlik felújítás. Azonban van két olyan terület, amelynek szintén el kéne végezni a munkálatai, de erre a pályázat nem biztosít lehetőséget, ezért Szabó Károly képviselő úr megkeresett és kezdeményezte, hogy ez az önkormányzat saját forrásból nyújtson támogatást. Én maximálisan támogatom ezt, és a csütörtöki testületülésre be is terjesztettem a határozati javaslatot, amely szerint több mint 5 millió forintot kérem, hogy szavazzon meg a testület arra, hogy itt elvégezzük a WC felújításával, illetőleg a fűtés korszerűsítésével kapcsolatos munkálatokat is. Egy korábbi területi bejáráson az iskolába szembetűnő volt a régi mindössze 40 éves radiátorok elhasználódottsága. Szabó Károly körzeti képviselő egy bejárás után hívta fel a városvezetés figyelmét arra, hogy indokolt felújítani a 4 évtizedet szolgált fűtőrendszert, valamint a mosdóhelységeket. Megvizsgáltuk az eset, és kértem polgármester urat, hogy amennyiben lehetséges, a város tartalék forrásából esetleg kiegészítve, illetve a körzet képviselői keretének fennmaradt összegét felajánlva, összehozva ezeket az összegeket, próbáljuk meg kicserélni a radiátorokat, illetve felújítani a mosdót. Erre ígéretet kaptam, polgármester úr maximálisan támogatott benne, elkészült az előterjesztés, ami a szeptember 27-i testületi ülésen kerül majd a képviselői testület elé, és dönt majd a pénzösszegről. Ez a pénzösszeg 5,3 millió forint lenne. A közel 5,3 millió forint 33 darab radiátor, valamint a lány és fiú mosdó teljes felújítását biztosítja.